a jövő elkezdődött. Ez 25 éve volt. Ekkor kezdődött a politikai karrierje? Igen, 25 évvel ezelőtt léptem be elsőként mondjuk úgy a politika világában. Ez egy kampányfilm volt annak idén a Fidesz részére, és 1998-ban indultam első alkalommal önkormányzati képviselőnek, utána volt sok önkormányzati választás, polgármester, majd országgyűlési választások, és minden egyes választást megnyertem. Nosztalgikus hangvételben indult a fél óránál is hosszabb novemberi képviselő info, melyben nem csak az elmúlt hetek történéseire reflektáltunk, a szerkesztő és a kormánypárti honatja különböző szemszögéből. Azt rebesgetik, hogy tisztogatás folyik a jászberényi, vagy hát a Jászlajkun Szolnok megyei, hogy pontos legyek, kormányhivatalban. Mit tud az elmúlt hetek és hónapok kirúgásairól? Racionalizálás van, tisztogatás nincs, ami azt jelenti, hogy az informatikai rendszertől kezdve mindennek a korszerűsítése lehetővé tesz különböző összevonásokat, amivel egyszerűbb és hatékonyabb a kormányhivatal működése. A műsor első felében az azonnali válaszok mellett a kiegészítő nyugdíjemelés, az előrehozott minimálbéremelés és a Csoplusz témái kerültek elő a kormányrovat végéig. Ilyen mértékű családtámogatás, hogy három gyerek esetében összevonva a falusicsokkal akár 51 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak a családok, ilyen nincs. És láttuk, hogy voltak különböző kritikai észrevételek a falusicsokkal kapcsolatban, hogy miért nem ennek meg. Azt mindent kiköszörültünk. Össze lehet vonni a falusicsokkal, a mai kamat viszonyokhoz képest garantáltan 3% hitelt kell fizetni, vagy kamatot kell fizetni, még erre is moratóriumot lehet az első gyermek esetében kérni. Egy gyermek után 15 millió forint, két gyermek után 30 millió forint engedhető el, három gyermeknél az 50 millió forint is igényelhető, tehát ettől többet tenni, hogy a gyermek a Jóisten ajándékaként a szülő is úgy érezze, hogy ez nem áldozat, hanem valóban ajándék, amit meg kell tenni, ettől többet nem hiszem, hogy lehet tenni. Kérdéseink érintették az MVM trafóállomás felújítását is, melyről megtudtuk, hogy a műszerek beszabályozása zajlik, ami időnként okozza azokat a rövid áramszüneteket, melyeket még mindig tapasztalunk. A képviselő azt is kifejtette, hogy ha valakinek ebből adódóan kárigénye keletkezik, akkor keresse az MVM ügyfélszolgálatát. A járságrovat fontos témája volt a jársági közbiztonság, melyben feszítő probléma a dizájner drogok terjesztése. Sajnos a kábítószer az mindenhol kiemelkedő, a kormány is tudja ezt, a frakciúlésen én magam is felvetettem, és kiemelt hadjáratot fogunk indítani a kábítószer bűnözés, illetve terjesztéssel kapcsolatban. Ahogy láthatjuk, heti szinten, szinte majdnem, hogy minden jársági településről egy-egy komoly dílerbandát visznek el, és e helyről is üzenem. Mindenki, aki a kábítószer terjesztéssel foglalkozik, az megy a többiek után a börtönbe, még akkor is, hogyha egy hosszú időszak, mert nem csak az utcai terítőt kell lekapcsolni, hanem vele együtt a dílert és az egész hálózatot. A teljes magazin keresse televíziónk Facebook oldalán és YouTube csatornáján, illetve a jttv.hu oldalon.